úgy van megszerkesztve az ember, hogy hosszú ideig azt hiszi, hogy örökké fog élni. Vagy legalábbis úgy viselkedik. A Merkeli professzor úr állapította meg, hogy nekem kell valamiféle gyógyászati beavatkozás, akkor az játszódott meg, hogy vajon hány napon van még hátra. Nagyon féltem, amíg mentem oda a Városmajor utcába. Rettegve mentem, és amikor már kész volt ez az egész, akkor kérdeztem, hogy és akkor mikor lesz a... És már túl voltam az egészet. És itt valahol egy ilyen csepp kis szúrással valamelyre elmentek belül. Úgyhogy mielőtt még bármi bajom lett volna, már megmentette az életemet. Amikor bemegyek egy orvosi rendelőbe, akkor az első nem az, hogy mi bajom van, hanem hogy süssi. Na most itt, innentől kezdve a süssi a sárkány megteremti nekem azt a lehetőséget, hogy különböző előnyös helyzetekbe jutok. És itt, amikor ott voltam, úgy éreztem, hogy nem csak süsüvel voltak ilyenek, hanem másokkal is így bántak, így viselkedtek. Ezt a pályát annyira meg lehet szeretni, különösen a színházi színészetet. Ugyanis beül 600 ember, és mikor belépnek a nézőtérre, annélkül, hogy végig gondolnák, elhatározzák, hogy ők most itt mindent el fognak hinni. Együtt játszunk. Az orvos is állandó kapcsolatban van a közönséggel. Ismeretlen emberek jönnek hozzá, hogy itt fáj, itt érzem, úgy érzem, szédülök, és neki át kell élni annak a paciensnek a világát, hogy meg tudja gyógyítani. Én úgy ismertem meg az orvosokat, hogy szívvel, lélekkel csinálják, az ápolókról nem beszélve.